Jó estét! Megjöttem! Drágám, bocsnál a csoki! Az ananászosból meg az epresből már egy darab sincs. Megint túl sok csokoládét ettél. El fogsz hízni. Megőrjött. Mindig leesik róla a kókusz. Vigyázz, drágám! Holnap érkezik a rendelés. Az ananászosból meg az epresből egy egész ládát hoznak majd. Egy egész ládával? Uh-huh. Meg fog avasodni. Egy magam nem bírom megenni. De pedig nem ehetsz belőle, mert el fogsz ízni. Akkor tárold a hűtőben. Hol a papa pisztolya? A padláson. Tényleg, de hol? Már mindenütt keresem és nem találom. Az egyik cipősdobozban van. Jó, de melyikben? A feketében. Na ott már nem. Akkor nem nézted meg alaposan. Ott van a papa cipője mellett. Amit a kórházból hoztunk haza a halála után. Nem értem, miért adták vissza azt a cipőt. Soha se szerettem. A golyókat már megtaláltam. Az a teljes kannában volt. Hová dugtad azt a fürdőlepedőt, amit Lorettától kaptál a születésnapodra? De nagyon megkérlek, ne túrd fel az egész lakást. Éppen elég fekete a hajad. Nem hajat akarok festeni. Elfelejtetted, hogy milyen nap van ma? Szombat este van, és mindegyik be van szakadva. Elfelejtetted, drágám? Nem felejtettem el. Akkor most áztathatom, vagy itt pakolsz tovább? Hol van az a kis párna, ami a kerti széken volt? Most te azt keresed a padláson? Én a papa pisztolyát keresem. De minek? Jeszil, drágám, ide hozzád a horgolásomat? És senki nem figyel. Menjünk. Tessék. Köszönöm, drágám. Sötét az ég. A szemüvegemet is volnál szíves? Nem ezt, a másikat. Köszönöm, drága. Szívesen. El fogsz hízni. Na, nem. Te, tényleg nem tudod, hogy hol a papa pisztolya? Nem, de a puskáját Nick vette magához. Na, nem érem, hogy a pisztolyt itt hagyta. Nicknek ajándékoztam a papa gumicsizmáját is. De nem kellett neki, mert állítólag azok csak horgászáshoz jók. Azt ajánlottam neki, kezdjen el horgászni. Olyan már. Nick ahhoz is úgy, hogy kimenjen horgászni. Már Jesse! Elgurult a fonalam. Légy szíves, hozz vissza. Köszönöm, drágám. Szívesen. Te minek neked az a pisztoly? Önvédelem. Mert készpénznek veszed azokat a hülye tévékrimiket. Soha életemben nem találkoztam ezen a környéken betörővel. Kivéve a fiamat. A fiad nem betörő, az csak kamaszodik. Átkasd a kezed, mindjárt jövök. Én félek a puskától. Te, biztos, hogy a fekete csapott gomban? Nem biztos. Miért nem segítesz, mama? Csak. Na jó, akkor áztas. Nagyon megkérlek, hogy gyere már le onnan!
Valami bajod lesz, én nem mehetek fel érted. Ha jön a betörő, akkor küld hozzám, én majd odaadok neki mindent, amit csak akar. Hú, ez milyen jó ötlet. Fiam meg majd kinövi az egészet, és rendes ember lesz. Csak meg ne tudja, hogy fegyver van a háznál. Na végre! Megtaláltam! Ez a kamaszkor szokásos problémája. Biztos ott társaságba keveredett. Hidd el, egy szép nap visszamegy az iskolába, vagy dolgozni kezd. Felhív telefonon. Bocsánatot kér, hogy annyi rossz fát tett a tűzre, és majd elvisz vacsorázni egy elegáns étterembe. Bazis. Na ne félj, nem neki kell a pisztoly, hanem nekem. Csak nem akarod lepuffantani a saját fiadat. Tudom, hogy ez már megfordult a fejedben. Valóban, drágám, van az úgy, hogy a legszívesebben megölnénk a szeretteinket. Szerencsére ez az ötlet ritkán valósítjuk meg. Na most akkor semmi szükség. A körömöd, vagy ne? Hát arra várok egy hete. Akkor légy szíves, háztasd a kezed, és ne beszélj állandóan a fiamról, jó? Az a két gyűrű, amit utoljára ellopott tőlünk, az ott az utolsó vagyunk. Ha én tudnám, hogy hol bujkál, fogadjunk, hogy magamat nem rendelkezik. Fiam, már úgyse vinne rá. De hogy nem. Másikat. De Károly, de most ez a régi teljes kannát. Ágnes Flecser mesél... Ágnes Flecser mesélt, de az Ócska piacon. 40 dollárért adott el egy ugyanilyen teljes kannát. Hát milyen kár, hogy nem mondtad előre, de ha akarod, fölfutok érte. Jaj, tudod, mi van még? Egy cséplőgép kell, lehozom azt is. Úgyhogy hát a pisztolycsövét tisztítom. De minek? Már megmondtam. Én meg azt mondtam, hogy erre nem jár betörő. Én meg azt mondtam, hogy ez a pisztoly kell nekem. Hát ha kell, akkor a tiéd. De minek kell neked? Öngyilkos leszek. Jó, Istenem, de vicces vagy ma este. Én nem vagyok vicces. Fogd már be a szádat. És akkor ki mondja meg neked, hogy legyen meglepetés? Hogy te öngyilkos leszel? Főbelövöm magam néhány óra múlva. Jó van, akkor vedd be a nyugtatódat. Már bevettem. Akkor mi bajod? Semmi. Nagyon jól érzem magam. Látom, olyan jól, hogy mindjárt megölöd magad. Ahhoz is erő kell, mama. Ú, de rossz duma ez, Jesse. Ez én már öreg. Ez nem duma, mama. A pisztoly amúgy sem működik. Apád rontotta el, egy-két évvel a halála előtt belejtette a sárba. Na gyere, próbálj. Semmi baja. Most néztem meg, de arra az eset, ha ez csütörtököt mondana, szereztem egy másikat. Csak hogy én sokkal jobban szeretném a papáját használni. De a golyók legalább 15 évesek. Ezért meg a múlt héten rendeltem postát. Elmeséltem Nicknek, hogy mennyire félek a betörőktől, de ez úgy örült, hogy hozzáfordultam. A gyógyulás jelének vette, legalább 30 helyet sorolt fel, hogy honnan lehet golyókat rendelni. A végén pedig azzal búcsúzott, hogy az ilyen beszélgetéseknek aztán van értelme. És hol voltam én ez ott, alatt? Ott álltál a telefonnal, és Ágnesen beszélgettél a teljes kannáról. És én elárultam, hogy hol van a pisztoly. Na látod, ki képességei szerint. Mert azt hazudtad nekem, hogy önvédelemhez kell. Hát ahhoz kell. Öngyilkosság. Halálos bűn, és a pokolra fogsz jutni. Hogyan már. Mert pedig oda fogsz jutni. De hogy fogok oda jutni? Mert oda fogsz jutni. Jó. Én most elhívom Nicket. Elmondok neki mindent. Majd kiveszi a kérdőt, hogy azonnal tegyem meg. Azt mondtam, hogy nem! Kérdj már el! Nem! Azt mondtam, hogy nem! Ez zárt körű rendezvény, és Nicket nem hívtam meg. Ja, csak én igen. Igen. Köszönöm a szívesen. A
bátyám jelenléte arra emlékeztetne, hogy milyen hülye voltam, hogy nem 10 évvel ezelőtt tettem meg. Orvost. Orvost kell ide hívni. Amúgy is szemedbe tettél arra a mentős fiúra, aki mindig kiszokott jönni, érted, az a Timi vagy a Tomi vagy, hogy hívják, az meg kiveri a fejedből. Neki sem fog sikerülni. Csak veled szeretném ezt megosztani. Köszönöm a megtiszteltetést. Nagyon szíves. El fogod hibázni. Nyomorék leszel egy életre. Na ehhez mit szólsz? Eldurrantod az egyik füledet. Jó, ez neked? Az orvos eltiltott minden izgalomtól. Meghúzod a ravaszt, itt időbb összeomlást fogsz kapni. Mama, öngyilkosságra még képes vagyok. De nem vagy rá képes, Jesse. Még csak nem is vagy izgatott. Az emberek ritkán lesznek öngyilkosok. Mert az öngyilkosság az értelmetlen. Kivéve, ha valaki halálosabb beteg vagy elmebajul. Te legalább olyan normális vagy, mint én. Csak mint köztudat, minden normális ember retteg a haláltól. De én nem, mama. Én már régen meghaltam. Hát ez képtelenség. Mama, én már csak sötétségre és csöndre vágyom. Akkor menj ki a hátsó kertbe. Menj be a szobádba. Húny be a szemed, tegyél be füldugót és aludj. A szobádba olyan csönd lesz. Ha akarod, egész éjjel be se kapcsolom a tévét. De én nem ilyen csöndre vágyom, mama. Na, se tudod, hogy milyen halottnak lenni. Lehet, hogy a halál az nem csendes. Lehet, hogy a halál az egy becker óra, ami egyfolytában beállnak. Nem bírod leállítani. A halál biztos, hogy halálosan csendes, mama. Jesse, mondtam már, hogy az öngyilkosság halálos bűn, és a pokolra fogsz jutni? Márkus, nagyon megijedtem tőle. De mondtam már, igaz? Jaj. Jesse! Jesse! A fürdőlepedő is arra kellett volna, mi? Az én fürdőlepedőm, amit Lorettától kaptam a születésnapomra. Azt mondtad, hogy már nincs rá szükség. Jó, hát a papa pisztolyát sem használhatod, mert az is az enyém. Úgyhogy nem engedélyezem, megkérdem, a ház is az enyém, úgyhogy itt nem lesz öngyilkosság. Mama, ne légy kicsinyes, jó? Én ezt megtiltom, ezt nem engedélyezem, a ház az én nevemre van írva. Igen, akkor bemegyek a hálószobába, magamra zárom az ajtót és vége. Az én házamba? Soha! Hát néha tudom, hogy így viselkedsz, nem szólok előre. Mi hogy kéne viselkednem? Mondjam azt, hogy rendben van, csináld? Rendben van, csináld. Miért várt te vele ilyen sokat? Ezzel sem ér semmire. Kérsz kávét? Persze. Jesse, rövidesen születésnapod lesz. Nem vagy rá kíváncsi, hogy mit kapsz ajándékba? Nem. Tőled arcpúder, Lorettától kongyolát, valószínűleg rózsaszínt, vereszelintes lankit, Nicktől papucsot, ami ugyan nem megy a lábamhoz, de legalább illik a pongyolához. Nem. Mindjárt jó. Köszönöm, hogy letetted. Akkor miért, Jesse? Mit miért? Haragszol rá? Dehogy is. Megváltottalak? Nem, épp ellenkezőleg. Én annyira aggódom miattad, hogy szeretném mindent rendben hagyni. Tessék!
Itt a lista a teendőkről. Milyen teendőkről? Hát elmagyarázom például, hogy hogyan működik a mosógép. Nagyon jól tudom, hogy hogyan működik a mosógép. Jaj. Berakod a szennyest, ráteszed a mosóport, bekapcsolod a gépet és vársz. Hát várni nem elég, ez nem tudom, elég. Tudom, még egy csomó gombot is ott be kell nyomni, de a dolog lényege az a várakozás. Ez benne a legszörnyűbb. Oké, rendben van. Hol tartjuk a mosóport? Hát, majd megtalálom. Szóval nem tudod. Ha kell, majd megtalálom. Uh-huh. A nagy mosáson akadtál fönn. Hát áthívom Lorettát, ő majd kimos helyet. Na hát, ezért a látványom érdemes lenne maradni. Loretta nem szokott mosni. Hát soha az életében nem. Na most van, mire ilyen kényes? Azt hiszi, hogy külön nálunk. Az csak ne járna folyton a sárga jerseybe. Te tudod, hogy hol van a mosógép szerelő telefonszáma? Ott lóg a gép oldalán. Tudod mi? Kitiltom innen Lorettát. Nick nyugodtan jöhet ide a felesége nélkül is. Hogyha a bátyád is annyira a terhedre van, akkor kitiltom őt. Ugyan már van. Nagyon idegesítni? Nagyon. A szállítógép szerint lehet minden alkalommal ki kell tisztítani, de a papucsodat nem rakhatod bele, mert tönkre megy. Igen, de miért idegesít annyira Nick? Aj, mert még mindig úgy kezel, mint a dagadt kis fogát, és folyton azt kérdezi tőlem némi kis éllel, hogy mit csinálok én egész nap. Hát, jó ezt. Néha én is meg szoktam kérdezni magamtól. A rokonainkat nem mi válogatjuk meg, Jesse. Nick nem szánszárdékkal idegesít, mint ahogy arról sem tehet, hogy pont ebbe a családba született. Mindig mindenbe beleüti az orrát. Na például! Akaratlanul is szemtanulja ezt egy csomó olyan dolognak, amihez semmi köze. Mondok példát, rendeltem postán egy melltartót, és hozzájuk kézbesítették. Hát mi közük van hozzá? Véletlenül kibontották, és véletlenül látták meg, hogy az én hatalmas melltartómra kicsiny rózsabimbókat festettek. Ez nem mondjuk. Jaj, na megkérem, hogy ezt felejtsék el. Nem dolog, Csoki. Még különben is mit tudnak rólad? Azt, hogy ott hagyott a férjed, hogy milyen a fiad. Hogy elhisztál, mert túl sok csokoládét eszel. És akkor mi van? Még a fűszeresnél is Nick nevén van a számlán. Tudod mit? Kitiltom mind a kettőt örökre ebből a házból. Hidd már el, hogy annyira nem fontosak, hogy miért tud legyek öngyilkos. Amúgy is, mindig kimentél a szobából, amikor idejöttek. Maradtam, ameddig bírtam. Különben sem hozzám jöttek, hanem hozzá. Persze, mert én sosem megyek ki a szobából. Nem miattuk teszem, hidd el. Hát akkor ki miatt? A fűszeres. Házhoz. A rendeléseket pedig minden nap 10-ig le kell adni. 15 dollár alatt pedig egyáltalán nem szállít házhoz. Ezt én úgy szoktam megoldani, hogy a felmaradó összegért cigarettát rendelek. A fiad miatt. Őt akarod büntetni. Ugyan már. Őt azzal büntetném, ha maradnék. Azt mondod, hogy lelki furdalása legyen. Mama. Ő megbántott engem, én megbántottam őt. Vittek vagyunk. Csak hogy ez úgy fogja érteni, hogy te nem becsülöd az életet. Azt akarod, hogy gyilkos is legyen belőle? Nem lehet ez olyan nagy dolog, az anyám is megölte magát. Ez csak időkérdése. Ha elkapják, bíznik rá a dolgot. Hát egyáltalán nem biztos, hogy elkapják. Lehet, hogy megnősül gyereke lesz, és példás családi életet fog élni. Jaj. Miért, Jesse? Beteg vagy. Ha megint begyulladt a fogényed, akkor holnap reggel elviszek a fogorvoshoz. Mi nem megyünk fogorvoshoz. És te neked is egyedül kell menni. Akármennyire is félsz tőle. Zavaros a szemed. Már tegnap észrevette. Szénamátha. De abban nem lehet belehalni, sajnos. Ha nem illene, nem kéne megtennem. De nem kell, Jesse! Mama, épp ez az. Hát ettől olyan izgalmas az egész. Csak hogy én nem engedélyezem. De hát ez nem a te engedélyedtől függ. Jesse.
Nem szeretsz itt? Pontosan. Úgy értem, hogy nem szeretsz itt élni az én lakásomban? Értem, hogy hogy érted. Nem lett volna szabad összeköltöznünk. Miután a férjed ott hagyott, ha találsz egy másik házat, akkor most lennének új barátaid. Lenne saját életed, a fiad is meglátogatna. Nem lett volna szabad összeköltöznünk, Jesse. Lehet. De én nem erőltettem, igaz? Nem, nem, közös hiba volt. Együtt követtük el, te befogadtál, és én nagyon köszönöm. De sose voltál olyan elhagyatott, mint akkor. Jesse, én belátom, hogy neked saját házra van szükséged, de végül is te egy felnőtt nő vagy. Mama, kisiklott az életem. És nem valószínű, hogy valami is helyre fog jönni. Belefáradtam, elegem van, unom, nincs miért, elveszett. Belefáradtál? Mibe? Mindenbe. Na ez mit jelent? Nem tudom jobban megmagyarázni. Pedig jó lenne megmagyaráznám, mert addig nem hagylak békén. Valószínűleg felkészültél erre a beszélgetésre, ugye jegyzeteket is készítettél, hogy valamit el ne felejts. Mióta készülsz erre? 10 éve. Konkrétan pedig karácsony óta. Mi történt karácsony? Semmi. Hát akkor miért pont karácsony óta? Azt mondom. Mi volt egy karácsony? Hát nem is én főztem. Kigyulladt a fa. Hát az tavaly volt, de nem el. Mi volt egy karácsony? Nézzek, hogy hova teszem őket. A karamellát hátra, a kókusz középre és a sima csokis pedig mellé. Jó, de mitől vagy szomorú? Most nincs rá különösebb okod. Ha közvetlenül a vállásod után mondod, akkor megértem. Ebbe a fiókba belezsúfoltam mindent, aminek máshogy nem volt helye. Szegek, zsinegek, lopoló, szűrő, tojástartó, cipőpasztas, milk, cipők, hanem magad. Az egérfogó pedig itt van a mosogató alatt. Ha egér van benne, te ne csinálj semmit, hív föl néked telefonon. Szóval mitől vagy szomorú? Mindentől. Ez egy kevés. Mi az a minden? Minden, beleértve téged és a Dalai lámát. Mi között van neked a Dalai lámához? Semmi. Csak Tibetnek drukkolok. Először a szekrény tele van biztosítékkal, meg gyertyával, meg gyufával. Ha áramszünet van, akkor te ne csinálj semmit, hanem hív fel nékkel. Te én kérdeztem valamit. Hallottam, semmi nem tetszik nekem itt. Elég, hogyha belenézek az újságokba. Ha nem tetszenek a hírek, akkor lemondjuk az újságot. Bemondja a televíziót. Akkor kidobjuk a tévét. Mama, tévé nélkül nem tudsz élni. Majd megpróbálom. És akkor mit csinálsz egész nap? Mit? Majd énekelni fogok. Bizony Isten, akarod hallani? Na most reggelig énekelni fogok. Még ma éjjel boldoggá tehetsz. Ó, bébi, az se baj, ha holnap elfeledsz. Ó, bébi, nincs nekem se pénz, semmi. Jesse, könyörgünk! Olyan jól megvoltunk mi ketten. De ma reggel már lemondtam az újságokat. Tudod? Ma vasárnap itt nem, mert abban van a keresztben. Vegyünk egy kutyát! Én tudom, hogy mennyire szeretted a régi nagykutyánkat, a műzlit. Igen, azt nagyon szerettem. Jó, én meg ostoba vagyok. Az a kutya az csak volt. Elütötte az autó. Akkor nem te vagy az ostoba, hanem ő volt. Hogy nem, mert nem vigyáztam rá elénké. Aj, mama, utólag már nézzem magadok. Veszünk egy kutyát, ki se engedjük a házból. Na, nem kell. Mert nem nekiről gondoskodtam. Gondoskodtam róla, de eleget. Igaz. De még én is tudok dolgozni. Elcserélöm a papírokat a stelázsim, vagy esetleg fölmosok. Jesse, ezentúl minden másképp lesz. Egy gyupaszálat sem kell odébb tenni. Nem kell rólam gondoskodni, Jesse. Eddig is csak azért kellett, hogy legyen, mivel lekötnöm magam, igaz? Én semmit nem csinálok olyan jól, mint te. De úgy gondolod, hogy én megbántottalak, vagy kihasználtalak akkor?
Valaha busszal jártunk a városba, igaz? Buszozni pedig kellemetlen, mert meleg, zögykölt, tömeg van rajta, büdös van rajta, és semmi más rágyad nincs, mint hogy végre leszállj róla. De ha ezt nem teszed, ennek egyetlen oka van, hogy még mindig 2 kilométerre vagy a célottól. Most, ha én kiszállok, ez azért van, mert ha én 50 000 évig buszozok, én akkor se jutok egyetlen tapotat sem előre, tehát ahol én kiszállok, ott az én megállom, és én nekem elegem van, unom! És mi van, most sajnáltatod magad? Ott a WC-pumpa, a mosogató alatt. Nem vagy elég boldog. Ki ígért neked boldogságot? Te azt hiszed, hogy én olyan nagyon boldog vagyok? Hát szerintem te éppenséggel elég boldog. Igen, miért is? Mert van egy csomó dolog, amit szeret. Például? Például horgolni. Te, én megtanítalak horgolni. Jaj, soha nem fogok olyan szépen horgolni, mint te. Hát akkor fejtsünk keresztre egy vényt, hogy ássuk fel a kertet. Hívunk egy taxit, és lemegyünk az éjjel-nappaliba, jó? Én már bevásároltam 3 hónap előre. 3 évig nem kell WC-papírt venned. Annyit kakálsz, amit akarsz. Hát komolyan, Mater. Olyan vagy, mint egy rossz gyerek. De senkit se szeretsz. Téged mindenki untat. Te nem szeretsz itthon lenni, nem szeretsz elmenni hazúról, nem szeretsz telefonálni, nem szeretsz verset írni, semmit nem szeretsz. Ettől aztán nagyon rosszul érzed magad és szenvedsz, mert nincs kit hibáztatni, kivéve saját magadat. Éppen én elő változtassak rajta. Azt, ahogy megöröd magad? Miért nem veszünk inkább új tárgyalokat? Vagy szeretd meg a jogosítványt, de menj el dolgozni. Mama. Elvállaltam azt a telefonügyeletet, ugye? De annyi pénzt sem kerestem vele, hogy a saját telefonszámlánkat kifizessük. Beálltam a kórházi butikba dolgozni, de kirúgtak, mert a mosolyomtól állítólag meghaltak a betegek. Ez igaz. Adj egy karamellát. Tudjuk, hogy alkalmatlan vagyok minden munkára. Én soha nem éltem emberek között, kivéve a kórházban, de azok nem voltak normálisak. De az a hely, ahol engem fölvesznek, csak a saját nyomorúságomra emlékeztet. Te azt csak hiszed, hogy ez így van? Ezt én tudom, mert ezt tapasztalom. Jesszi, ezen én nem tudok segíteni. Nem tudsz, de én se tudok, ezért nem tehetek más, mint kikapcsolom, mint a rádiót, mint amikor nem tetszik a műsor. Mama, nekem nincs másom, csak a saját életem, de azzal! Én rendelkezem. Ennyi. Elhízol! Nem, mindegy! Inkább beszélgessünk. Én annyi mindent akarok még kérdezni, és mindjárt mennem kell. Te pedig csinálhatnál forró csokit, mint régen. Nincs itt van kakaó. De van. Hát én már vásároltam. Utána megcsinálnál almát slafrokba. Jó van, ne sírjál, levágom a körmöd. De nem is vacsoráztál. És akkor nem kaphatok almát slafrokba. Na de olyan. Akkor csinálj. Én csinálom a világon a legjobban az almát slafrokban. És a csokoládém is hibátlan, mert sót teszek benne. Ez a titka. Hát én meg majdnem úgy hallgatom meg, hogy ezt nem tudom. Hát a semmiség lesz. Jó, tudom, én vagyok útban. Ez. Ez. Ez.
meg be van szorulva. Pillanat. Igen. Na, mit szólsz? Beszéltem Ágnessel telefonon. Na, és hogy van? Szerintem meg ő. Micsoda? Ágnes kompletőrült, de van autója. Jaj, mama! Komolyan mondom. Ágnes eddig minden házat felgyújtott, amiben csak beköltözik. 9 tűzeset. Szerintem már készül a következőre. Hát ez egy kis túlzás, nem? Nem, én egyáltalán nem lennék meglepve. És ezt pedig miért nem esélted, és miért nem zárják be? Nem, a leleset nem történik. Mert Ágnes, amikor elkezd gyújtogatni, akkor felébreszti a lakókat, hogy nézzék a tüzet. Valamikor nyugágyat is kirak oda, és limonádét szolgál fel hűsítőnek. Persze mindig omladozó házakba költözik, amik amúgy is összedőlnének. Szerintem azt hiszi, hogy szívességet tesz az emberiségnek. Hát igaza van. Miért lenne igaza? Miért róla érdeklődsz? Egy csésze vagy kettő? Csak egy. Azért érdeklődöm róla, mert a barátnőd. Ám de habot nem kérek rá. Hát hab nélkül nem ér az egész semmit. Régen is habbal itt, de én utána habot. Te. És porig ég az egész ház. Uh-huh. Nem értem, hogy honnan szerez örökké pénzt a következő költözéshez. Te. A nyakában miért visel annyi sípot? És miért tart annyi madarat? Madarai vannak. Persze, rengeteg tollas dög. A madarak állítólag, hogy berepülnek hozzá. Beszól az igazság, hogy még mindig tartozik az állatkereskedőnek az utolsó papagáj résznek. Az embernek kell egy társadalma. Mindig ezt mondja nekem. De hülye szegény! Képzeld, csak cukkinit eszik. Hát hogyan lehet valaki naponta kétszer cukkinit, anélkül, hogy bele ne bolonduljon? Húj, cukkinit kétszer egy nap. Na most lehet, hogy nem egészen kétszer. Te is tényleg honnan veszi? Mi? A cukkinit. Miért tudom én? És hány madara van? Kettő. Na, az előbb azt mondtad, hogy rengeteg. Nekem a két papagáj is rengeteg. Uh-huh. És akkor minek az a sok síp? Azok nem igazi sípok, azok ilyen műanyag vacskok, amiket ugye céllövöldjébe szokott lőni. És ide miért nem jön soha? Hiszem, több tej kellett volna bele. Sok benne a kakaó. Na jó, de te nem szereted a tejet. Hát én utálom. Van benne valami gusztustalan. Ez rosszabb, mint a cukkini. Miattam nem jön ide, ugye? Kicsoda? Ágnes. Nem igaz. De igaz. Jó, mondjuk, hogy igaz, de Ágnes nem normális, ő holdkóros. Uh-huh. Attól fél, hogy akkor jön a roham, amikor itt van. Lehet. Mondta? Mondta, vagy nem mondta? Nagyon hideg a kezed. Mi van? Ezt ő mondta, hogy olyan hideg a kezed, mint a hullájé, és ő fél a haláltól. Hát ő ezen akadt fenn. Jesse kezet fogott a halállal, és én nem akarok egy csontvázzal parolázni. Értsd meg, Telma, én nem járhatok hozzátok, mert félek, hogy fertőzök. Én meg azt hittem, hogy utál engem, és közben csak fél tőlem. Ki hitte, hogy ez téged ennyire bánt? Tudod mit? Felhívom telefonon. Megmondom neki, hogy jöhet, hozhatja a madarait is. Ha én hívom, akkor biztos átjön. Ennyivel ő tartozik nekem. Mondja, teljesen felesleges. Amikor kórházban voltam, jött ide? Hát persze. Mert neki olyan kicsi konyhája van. Ne hazudj, jó? Nem hazudok. De hazudsz. Akkor is hazudtál, amikor nem mondtad neki, hogy miért nem jön nem ide. Hazudok. Csak te eddig még soha nem kérdezted. Mama, ha mindent harapófogóval kell kihúzni belőled, akkor nagyon hosszú éjszakánk lesz.
Királyére. Egy csöppet sem vagyok álmos. Mama! Akkor kérdezz. És én válaszolni fogok. Szeretted apát? Nem. Sejtettem. Tényleg 15 éves voltál, amikor elvett feleségül? Ezt ő mesélte, igaz? Ugye lejátszottam a sárban, és akkor ő magához emelt, én meg már azonnal beleszerettem. Így mesélte, pontosan ugye? Pontosan így. Ez szó se igaz az egészből. Új! Azt hiszem, sok sót tettem be. Ha nem ízlik, nyugodtan ott hagyhatod. Hát azért nagyon köszönöm. Kár volt a fáradtságért. Sejtettem, hogy nem iszod meg, soha nem szeretted. És te szeretted valaha apát? Vagy elkövetett valamit, ami miatt utálni kezdted? Apát csak megtűrt engem. Egyszerű vidéki asszonyt akart magának. És amikor megtalált ott a sárban, akkor egy életen át panaszkodott, hogy én csak egy egyszerű vidéki asszony vagyok. Én sokkal jobban szerettem őt, mint te. De hogyan szerethettem volna én Jesse? Nem talált bennem semmi vonzót. Vagy Isten bocsássa meg kívánnivalót. De te helyettem is szeretted. A tökön a nyomába voltál, ugye? És beszélgettem, tudnám a mind. Más se csinál, csak ült és hallgatott. Ja, azt nagyon szerettem. Üldögélni, meg gondolkodni. Egyszer egy beteg tehén mellett, egy egész éjszakánál. Egyetlen szó nélkül. Éveket, évszázadokat. Hú, nekem nagyon tetszett. Hatalmas őszülő ember csak ül és gondolkodik. Ágnes, több szót csikart ki a madaraiból, mint én az apádból. Horgászni csak azért járt, hogy gondolkozhasson, most már elárulhatnád, hogy mi? Ja, én nem tudom, talán rajtunk. Hát állandóan félrevonultatok és sutyorogtatok. Miről? Megmondja. Hát például arról, hogy a fekete zokni melegebb, mint a sötétkék. Ebbe kellett volna téged beavatni. Mama, hát egész egyszerűen féltékeny voltál arra, hogy jobban szeretek vele sutyorogni, mint veled mosogatni. Igen, féltékeny voltam. Hm? Mert a vele való sütyorgás neked mindennél többet ért. De ha ő előbb halt volna meg, hogyha én, na hogy is van, ha én előbb haltam volna meg, akkor ő nem fogadott volna magához. Én tőle nem is vártam volna el. Nem? És akkor mit csináltál én volna? Nem tudom, talán gyakran meglátogatom. Aha, értem. Ő meghalt és itt hagyott velem. És te ezt nem tudod megbocsátani az életnek. Tudod, mit ma ezt is megbocsátottam. Szóval azt mondod, hogy jobban szeretem. Ha egyáltalán szerettem volna, akkor még mindig élne? Ezt nem én mondtam ki. Téged is csak sajnál, Jesse. Kurcsnak tartott születésed óta. Azt mondta, hogy soha nem fogsz megállni a lábadon. Tudom, hogy a papa szeretett engem. És ha szeretett, akkor mi van? Az mit változtat a helyzeten? Semmit, mert még mindig nagyon hiányzik. Azt tudod, hogy soha nem horgászol? Életében egyetlen egyszer sem. A csalidobozban dohány tartott. Csak kihajtott a tóhoz, ült a kocsijában, ült és gondolkozott. És amikor hazajött, akkor egy ebihalat se hozott haza a vacsorára, csak a sarat, a csizmája a sarkán. Beleőrültem, ha rá gondolok, hogy nekem mennyi sarat kellett takarítani. Fogadjunk, ha ő még mindig élne. Neked eszedbe se jönne, hogy öngyilkos lesz. Ez nem így van! Nem? Nem! Akkor miért róla érdeklődsz? Meg akkor miért olyan fontos neked, hogy mennyi az életedben? Gratulálok! Köszönöm. Eltaláltad? Na és? Most neked jó? Sokkal. Nagyon jó, az embernek igaza van. Mit számít az, hogy én mennyire szerettem? Mi jól megvoltunk. Add nekem egy kanalat, egy villát, egy konzervnyitót, és egy kést. Így van? Te a tányérokat kidobhatod. Te mit csinálsz? És a poharakat is! Most csináltam a rendet a szekrénybe! Soha életemben nem fogok többé főzni. Világéletemben utáltam ki. Csak az édességet szeretem meg a tonhalat.
A tonhalat azt szeretem. Tonhalat fogok enni egész életemben. És mi van akkor, ha palacsintát akarsz sütni? Ilyen kis serpenyőben nem lehet palacsintát sütni. Tudod, hogy utálom a palacsintát. Jó, és mi van akkor, hogy én lány, és el akartok menni málnát szedni? Akkor majd állítasz valami edényt, és abba beleszedjük a málnát, takaríts már el innen minden. Mindent visszarakjuk szépen a helyére. Szükséged lehet rájuk, hogyha Ágnes majd ide jár főzni. Az én házamban? Igen, soha! Most miért ne jöhetnétek együtt? Sokkal olcsóbb, és lenne kivel beszélgetni. Ha pedig zavarnak Ágnes madarai, egyszer, amikor elmegy fodrászhoz vagy gyújtogatni, akkor kiengeded őket az ablakon. Nem jó? Ezért beszéltél Ágnesről. Mert azt hitted, hogy könnyen meghalhatsz, hogyha szerzel nekem egy pesztonkát. Elárulok egy nagy titkot neked, gyermekem. Senkivel nem akarok együtt élni. Ágnessel sem fogok együtt élni. A közelembe engedem, nem fogok beszélgetni vele. Ilyen könnyen te nem fogsz tőle megszabadulni, gyermekem. Azért mondtam, hogy gondolkodj. Csak hogy én nem szeretek gondolkodni. Mama. Én azt szeretem, ha minden így megy magától. Követelem, hogy mondd meg nekem, hogy mit mondott neked a papa. A papa. Utolsó este, amikor nem voltál nála, kirohantál és ordítottál, hogy én vigyáztatok vele, hogy akarok, de te inkább megnézed a dalat 227. részét. Követelem, hogy mondd meg, hogy mit mondott. Semmit. Egyetlen szót sem. Ez volt az élete utolsó lehetősége, hogy néma maradjon. És ő ezt ki is használta. Sajnálom. Sajnálom, hogy nem szeretted. Én már előtt nagyon rendes ember volt. De ugye nem felejtetted el, hogy a teljes szerdán és szombaton jön a szállat, azt maguk bedugja a tojástartó alá, és azt oda kell adni Nicknek, és majd egy hónapban egyszer kifizeti. Van narancsleveütőbe? Hát annak egy köze van a narancshoz, a színe. Jó, akkor is narancslevet fogok inni. Naponta 3 láda narancslevet fogok meginni. Pedig tudod, hogy tejet kell innod? Soha. Te említettem neked, hogy én utálom a tejet? Nem. Ez a csokoládé és massza. Ez volt az utolsó alkalom, hogy tejet engedtem a számba. Hurrá! Pedig minden héten hoznak majd kétszer. És amikor elfogyanak a narancsnak csúfolt akármi, ráfanyarodsz a tejre, ugyanis sokkal fukarabb vagy annál, mint hogy ezt kidob. Elárultad nekik, hogy ezen túl nem te adod fel a rendelést? Azt mondta, hogy elutazom nyaralni. Igen. És ezt nem találták furcsának? Elutazol te, aki évek óta nem léped át a ház küszöbét. Elutazol te, aki eddig csak hordágyról félájultan láttad a ház elejét. Azt mondták, hogy nagyon jól teszem, hogy egy kicsit kikapcsolódok. Egy dolgon csodálkoztak, hogy téged miért nem viszlek magammal. És de ezen nevettél? Ezen nevettem. Na most akkor. Felsorolom neked a hűtőben található dolgokat, és te igennel vagy nemmel válaszolsz, hogy mire van szükséged. Vegyes savanyúságot szereted. Tonhal marad. Igen. Sajt elfogy. Igen. Tej marad. Igen. Nem. De. Nem. De! Joghurt. Szeretem, megeszem. Majonéz. Szeretem, megeszem. Kecső. Szeretem és megeszem. Rúzs. Szeretem, szemceruza. Szeretem. Hagyd már békén! Tavaly augusztus 4-e óta megvan minden. Minek tárolunk romló dolgokat, ha ütjük? Te ne törődj vele, te arra válaszolj nekem, hogy te miért élsz velem. Ha ennyire nem bírsz elviselni. Jaj, te neked fogalmad nincs arról, hogy én mi mindent bírok elviselni. Na honnan lenne, amikor olyan messze kerültél tőlem? Milyen messze? Mesélj, milyen oda át? Ahol mindenki helyesen cselekszik, és mindenki igazat mond. Ne gúnyolódj velem, édesanyám, jó? Ne gúnyolódj! De miért nem olvasol újságot? Miért nem veszed fel azt a pulóvert, amit én kötöttem neked? Akkor te emlékszel rá, hogy én milyen voltam fiatalon?
Vagy neked mindig ilyen... Öreg asszony voltam. Te miért estél le akkor a lóról? Miért hagyod ott a férjed? És hova tetted a régi szemüvegemet? A régi szemüveged bent van. Az éjjeli szekrény alsó fiókjában. A pulóveredet nem veszem föl, mert ronda és nem tetszik. Újságot nem olvasok, mert te nem érdekel. A férje pedig azért hagyott ott, mert választanom kellett közte és a csokoládé között. Ennyire ostoba azért nem. Tényleg? A férjed azért hagyott ott, mert undorodott a görcseitől. Rohamaim voltak és nem görcseim! Hát ugyanaz, ami a kórházban roham, az otthon görcs. A férjemet egyáltalán nem zavarták a rohamaim, csak felelősséget érzett miattuk, mert ő beszélt rá, hogy üljek fel a lóra. A férjem azt hitte, hogy én mindenre képes vagyok, de én nem vagyok mindenre képes, mert én azért estem le a lóról, mert kövér vagyok, és nem tudok lovagolni. A férjem hát azért hagyott ott, mert nem vagyok képes mindenre. Rász, a férjed azért hagyott ott, mert volt egy nője. Rajta kaptam őket a fáskamrában. Ugye? Egy másik nő miatt már lehet, ugye? Csinos volt? Az Árnes lánya volt. És mi? Akkor lesz jól. Kipletykáltátok az Árnessel, ugye? Az a férfi az sose érdemelt meg. Aj, mama! Ne veszélj már mellé. Neked mindig sokkal jobban tetszett a férjem, mint nekem. Te! Te addig utoroltál neki, míg engem elvett feleségül. Mert végre férhez akartalak adni. Aha, mert én képtelen voltam magának körülhet fogni, mi? Hogyan foghattál volna, amikor a férfiak jelenlétében ki sem merted nyitni a szádat? Jaj, most kezdjük azt, hogy tartózkodom, viselkedtem a férfiak társaságával, ugye? Nem kellett volna, hogy üljél. Üljél és hízzál! Üljél, mint az apád! Te lehet, kellett volna lehet, lehet, lehet! Na nekem erről meg más a véleményem. Igen? És te mit tudsz róla mond? Sose állítottam, hogy olyan sokat. Mit tanulhattam én meg a világról az apád mellett? Velem mindig csak úgy történnek a dolgok. Még akkor ott a sárban is. Nem találtam hozzád illő férjet, ez igaz. De befogadtalak, amikor itt hagyott, és ez is valami. Férjem hozzávaló ember volt, és nagyon szeretett engem. Figyelj ide, a férjet sose szeretett, azért hagyott. Én nagyon szeretett, és én is nagyon szerettem. Én mindent megtettem a kedvéért, még aerobikra is eljártam, hogy lefogyjon. Én mindenhova elmentem vele, pedig tudta, hogy utálok elmenni otthonról. Így hát az egésznek semmi, de semmi értelme. Mert önző férfi volt. Feleségül vett, csinált neked egy gyereket, aztán lelépett. De a fiad, az pontosan ráütött. Jaj, a fiam! Pontosan rám ütött, ugyanakkor, amit én, még a méretünk is ugyanaz, ez a nadrág is az övé volt. A nadrág ugyanaz? De más van a nadrágban. A fiam szakasztott olyan, mint én. Ugyanazt látja, ugyanazt érzi, hogy nem bízott az emberekbe, és ezért olyan, amilyen. Férjem, igen, a fiad az még nem nagykorú. Még nem tudhatod, hogy mi lesz belőle. De én tudom, és a férjem is tudta, a fiam szakasztott olyan, mint én, és ha te ezt nem látod, akkor vagy. De adj még neki egy kis időt. Megkapja 5 rablásért, 10 fegyveres betörésért. Jó, hát elég volt, ebben most már tényleg elég volt. Jesse? Hát, ha a férjed mégis összeállna veled. Tudd meg a címét és hívd fel. Már biztosan tudja, hogy mennyit veszített azzal, hogy ott hagyott. Te is mit mondjak neki? Halló, drágám, én vagyok. Nem akarok semmit, csak azt akartam, hogy halld a hangot, halljam a hangodat, meg te az enyémet. A férjemnek nagyon igaza volt, hogy lelépett. Én kértem, könyörögtem, hogy vigyem magával, de nem, itt hagyott.
Viszont amikor elment, azt mondta, világ életében engem fog szeretni. Annyira szeretett, akkor miért nem vitt magával? Ama, ha az ember odébb áll, a szemetet adja. Isten, te hogy beszélsz magad? Nehogy. Csak most jött el az idő, hogy kivigyem a szemetet. Férjem nagyon jól tette, hogy leléphet. Soha nem voltam az az ember, akit bennem látni akart. Jesse? Most megcsináljam az almát slapropba? Most ne. Most inkább áztasd be a körmöd, és leváltam a körmöd. Jesse, azt tudod, hogy az apádnak is volt a görcse? Szemetes keddel jön, és minél később rakod ki a szemetet, annál jobb, mert a szomszédé kutyája széthozna. Ebből a jó erős zöld zacskóból vegyem. Jesse, azt tudod, hogy az apádnak is voltak rohamai? Ó, gondolom, már nem mondtál a manikűrész. Olvastam egy újságban, hogy egy nőnek 11 év alatt 80 ezer rohama volt. A papa tudott volna a rohamai. Jesse, arra figyelj rá, amit én mondok! Volt olyan nap, hogy 500 rohama volt, de egyik roham sem tartott tovább 15 másodpercnél, így az életében mindössze 2 hetet, ha veszített. Hibátlanul látta el a feladatát, a titkárnői teendőit, és 120-as volt az IQ-ja. Fogadjunk, hogy te most a rohamokról veszel. Jesse, én csak azt akarom neked mondani, hogy... Én sem tudtam, hogy rohamom van. Csak idegen hálóimbe ébredtem föl, és... Azt úgy éreztem, mintha a fejemet leverték volna a helyéről. Én előre meg tudom már mondani, hogy mikor van rohamod. Mert akkor a szemed ekkorára nyílik. Milyen a szemem olyankor? Olyan. De milyen? Mama. Mesélj nekem egy rohamot. De a legszebbet. Nem, azt nem lehet. Légy szíves. Azt nem lehet. Úgy csuklasz össze, mint a picska. Vagy mint a bábú, aminek elvágják a drótját. Vagy mint a mexikói kivégző osztag előtt az áldozat, amikor végigcsúszik a falon. De soha nem emlékszel rá, hogy mi történik veled olyankor? Ne elmondom, levegőjé kapkodsz. A mellett az úgy jár föl le, mint a fújtató, és ordítozol. Ordítozom? Persze. Már ezt gondoltam. Mert belekedsz akkor, nem? De. És akkor bezárod a szádat, és akkor nekem úgy el kell igazítani a nyelvedet, hogy le ne harap. Vagy hogy nehogy a te ujjadat leharapjam, ugye? Hát engem egyszer megharaptál. Tőlem. Ha végtetem, ezt is kellett kapnom. De most már tudom, hogy mit kell csinálni. Szóval... Elkékülsz, és akkor jön a rángatózás. Ez olyan, mint amikor valakit korbáccsal vernek, vagy valaki bedugja az ujját a konnektorba, és akkor itt. Jász, de jó. Mit? Ezt a rohom. Ne hülyeskedj bele. De légy. Beteg vagy? Nem. Most komolyan mondom? Komolyan. Nézd ide! Ökkorán nyílik a szemem, és összeesem. Jó? Kinyílik a szemed, és jár. Jaj! Majd lecsúszom a falról, mint a mexikói osztag előtt a kivégzésre. Várjál, lövök! Itt vagyok. Ah. És sikoltozol. Jó, most. A megfelelő gyógyszert. De mennyire, hogy eltalálták, valószínűleg soha többet nem lesz rohamot. Ez könnyen lehet.
meggyógyultál. Egészen. Mama, én soha ilyen jól nem is éreztem magam. Én ezt látom. Ugye? Elmúlt a kettős látásom, nem vézik a fogényem. Elmúltak a kiütéseim, és visszatért az emlékező tehetségem. Azzal sose volt baj. Mindig te figyelmeztetnél engem. Nem, én mindenről listát készítettem, de az gőzöm nem volt, hogy miért írtam föl például, hogy elmosorodj, hogy újat kell venni, ki kell dobni, ki kell mosni, vagy hogy hova tettem. Most meg már azt is tudom, hogy a törlőruhákat be kell csomagolni, mert Loretta azt kapja a születésnapjára. Eddig azt sem tudtad, hogy hova teszed a listát. Most meg azt is tudod, hogy mi van a listán. Na, mit szólsz? Lorettának sokára lesz a születésnapja. Hát apropó, születésnap. Hát írtam egy egész listát mindenkinek a születésnapjáról. Beleértve a tiédet is, ezt oda kéne adni a... Hát mindegy, Lorettának. És majd jó előre figyelmeztetek. Jó, és elmegyünk egy olasz étterembe. Tudom, hogy mennyire szereted a rákot. Ó, de jó, de kár, hogy nem leszek itt. Jesse, azt hittem, hogy ezt már levettük a napirendről. Meggyógyultál, Jesse, újra kezdheted az életedet. Hát, hogy már nem leszek itt. Jesse, kérlek, ne! Mama, mióta kitisztult az emlékező tehetségem, én pontosan tudom, hogy mi fog történni. De a betegséged elmúlt. Nem a betegség miatt. Hanem miattam, hogy tőlem örökölted. Hát nem tőlem örökölted. Nem a rohamokról van az szó. Az apától örökölted, nekem ehhez semmi közöm. Jó, kételezzük fel, hogy a papának is voltak rohamai, de ez nem örökölhető. Nekem azóta vannak rohamai, mióta leestem a lóról. Nem, neked 5 éves korod óta rohamaid vannak. Ne, inkább ne. Jó, most inkább... De igen, 5 éves voltál, amikor először rád tört. Valami mákosat ettél, és akkor elestél, de ezt az apád adta neked. Ez az ő bűne, nem az enyém. Néhány évtizedet vártunk, ugye, ahogy ezt elmond. Mi 5 éves korodban mit értettél volna meg ebből? Orvoshoz legalább elvittél. Hát persze, az orvos azt mondta, hogy a gyerekeknél ez gyakori. Majd ki fogod nőni, csak mi várjunk. És ti vártatok, ugye? Hát Istenem, miért? Mi más tehettem? Ha olyan mondod, hogy azt akarod mondani, hogy egész gyerekkoromban rohamaim voltak, és te nem csináltál semmit, hogy én meggyógyuljak? Mert a rohamok majdnem teljesen elfújtak. Amire iskolában mentél, már csak annyi maradt, mint az apádnak. Képzeld el, hogy itt ülök, és azt látom, hogy két ember hol kikapcsol, hol bekapcsol, hol kikapcsol, hol bekapcsol. Mint a villany jöttél. De nem estél el? Mert amikor jöttél, akkor én rögtön elkaptam. De én azt kérdeztem, hogy hányszor volt rohamom. És te csak vártál, mi? Nem szóltál senkinek. Mert nem tartozik senki. Jaj, mert micsoda szégyen! Mert mit szólnak a szomszédok, hogy a te gyereked beteg a papa? Tudod róla? Nem, ő csak azt vette észre, hogy ügyetlen vagy. Ja, neki sem mondtad el? Hát, ha elmondom, hogy neked ez van, akkor azt is el kellett volna mondani, hogy neki is hát, ez van. Hát, ez fölháborító, ez egész egyszerűen fölháborító. Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Hát, ha én tudom, hogy epilepsziás vagyok, én soha nem ülök lóra. Úgy kellett volna neveljelek, mint egy bolondot? De hát én nem vagyok bolond! Hogy leejtettelek gyerekkorodban. Az is lehet, hogy rosszul etettem. Vagy lázas voltál és későn vettem észre, de azt hiszem ez az Isten büntetése. Az Isten büntetése. De hát miért? Mert nem szerettem az apádat. Vagy mert nem ettem eleget a terhesség alatt. Nem tudom, hogy mi a bűnöm, de hogy az enyém, az biztos. Az epilepszia az nem bűn, nem átok, csak egy egyszerű, közönséges betegség. Én nem a betegségről beszélek, Jesse, hanem arról, hogy meg akarod ölni magad. És mindezt nem tennéd, ha nem engem akarnál büntetni vele. Azért, mert nem találtam melléd való férjet, azért, mert letagadtam valamit, azért, mert befogadtalak, amikor ott hagyod, vagy mind a háromért egyszerre. Nem tudom, hogy mi a bűnöm, de hogy az enyém, az biztos. Ugyan már, az egésznek semmi köze hozzá. Bármit teszel, Jesse, nekem ahhoz közöm van. Bármit, Jesse, bármit. Arcot mosol, megvágod az ujjadat, nekem ahhoz közöm van. Ezzel az erővel te engem is megölhetsz. Mert nekem itt mindenhez közöm van, Jesse. Mama, mit változtat az a tényekem, hogy miattad teszem? Tételezzük föl. Nekem ezen az egész világon senkihez nincs semmi közöm, csak hozzád. És mi van, ha ez nekem kevés?
Mi van, hogyha nekem minden és mindenki tetszik, kivéve téged? És mi van, ha én csak úgy tudok megszabadulni tőled, hogy megölöm magam? Ne hagyj itt! Jess! Jesse, nekem szükségem van rád. Neked kell rám szólni, hogy húzzam ki magam. És hogy elmondd, hogy milyen csinos vagyok a rózsaszín ruhámban. És hogy tejet kell innom. Reggel, amikor felkelünk, akkor kész a kávé. És a szemed sarkából látom, hogy öregszem. Úgyhogy a te dolgod lesz az is. Hogy segíts nekem meghalni, ha eljön az ideje, mert én azt nem tudom megcsinálni. Mert én nem vagyok olyan, mint te, Jesse. Én utálom a csöndet. Én nem akarok meghalni. Mint hogy azt sem akarom, hogy te meghalj. Én hogyan kelhetnék fel minden reggel azzal a tudattal, hogy neked meg kellett ölni magad ahhoz, hogy csillapodjon benned az a fájdalom, amit nekem észre kellett volna venni. Csak én nem vettem észre. Én megpróbáltam úgy elmagyarázni, hogy ne kelljen szemrehányást tenni magadnak miatta. Nem hagytam rá esélyt, hogy megakadályozz, csak azt akartam, hogy tudd. De miért öltöztél el? Na, azt akarom, hogy ebbe te messetek el, de boncolni ezt ne engedj, az Augustus. Maradj még egy kicsit velem. Csak néhány évig. De nem biztos sem, hogy nekem olyan sok van hátra. Ha majd én már nem leszek, akkor talán te is megnyugszol. Itt ebben a házban. Az is lehet, hogy begóniákat ültetsz a sétány mellé, és a mázlét van, eső lesz, és mindegyik kinyílik. Addigra a fiat kijön a börtönből, és akkor gyerekkel lesz, elhozza ide az unokákat, te meg ma jó teletömőköket csokoládéval az apjuk háta mögött, és hogy fogsz örülni, amikor elmennek? Hogy is képzelhettem, hogy megértesz? Hát te még a manikűről is elfeledkeztél. Jesse, ha ahhoz van bátorságot, hogy megölöd magad, ahhoz miért nincs, hogy életben maradj? Mind a kettőhöz nagyon sok bátorság kell, mama. Marad hát a kérdés, hogy hol jobb nekem, itt vagy odaállt? Na, haragudj, nekem most semmi ötletem nincs, hogy mit kezdhetnél az életeddel, de attól az még megoldhat. Majd te megtalálod. Majd te megoldod, csak ne add fel! Gyűjts bátorságot, és próbálkozz meg vele! Hát ezt csinálunk. Próbálkozunk, csak valami mással, valami olyannal, ami hol biztos. Jesse, az életben mindig történik valami, amitől a dolgok jóra fordulnak. Azt senki nem tudja, hogy mi az, de azért arra érdemes várni. Várj még két hete. Elbeszélgetünk, úgy, hogy ma este legyen. Gyere. Nem, mama. De Jesse, minden úgy lesz, ahogy te akarod. Odafigyelek rád, nem fogok hazudni. Na, minden úgy lesz, ahogy te akarod. Mi nem beszélgetünk többet éjszakánkon át. És nem virasztunk együtt, mert ezt az esélyt azt különböztette meg a többitől, ami utána következik.
Én számot vetettem mindennek, és nemet mondok, nemet Nickre, nemet Lorettára, nemet a fiamra, a férjem, rád és magamra. Vége, kész! Engedj könnyen menni. Nem engedlek el. De... Te a gyerekem vagy! Vagy az, aki a gyerekedből lett. Nem régiben megtaláltam egy időképemet. Azon valaki más volt. Nem pedig én. Valami aranyos, rózsaszínű, szabad kis malacka. Feküdt a hasán, a mesztelen seggével, és vigyorgott az égre. Ezt a valakit én végleg elveszítettem. Te nem sikerült. Van ilyen. Mama, tudod, karácsonykor, amikor elhatároztam, hogy megteszem, én arra gondoltam, hogy ha lenne egyetlen olyan dolog, amit szeretek, mondjuk a zappehely, vagy a rizspuding, akkor én maradnék. A rizspuding az nagyon finom. Na most én meg nem szeretem. Nem félsz? Mitől félnék? Mert én félek. Vagy hát, hogy félnék. Mert ha eljön az ideje, én tudom, hogy eljön. Mama, de te nem tudod, hogy mikor. Ha neked váratlanul jön, mint a horror filmjeidben. Ja. Ez az, nem tudom, hogy hogyan védekezzek ellen, mert nem tudom, hogy hogy néz ki. És nem tudom, hogy hagyja még valamire időt, mielőtt ő végez velem. Mama! Neked még nagyon sok időd van hátra. Ja. Csak most hirtelen nem tudok vele mit kezdeni. Ne haragudj nekem most. Nem ült eszembe semmi, hogy mit is kezdhetnél vele, de annyi minden történik majd. Nick megkopaszodik. Árnes Fletcher felgyűjtés házat. Én nem ülhetek itt, és nem tűrhetem, és nem engedhetem, hogy te ezt megtedd. Hát ma megtetted. Tessék, megadtad rá az engedélyt. Kész. Te hogy merészeled? Te hogy merészeled? Te azt hiszed, hogy kiszállhatsz úgy az életből, ahogy fölállsz egy tévéműsor elől? Te ezt nem teheted gyermekem, mert engem szégyenítesz meg, hogy én életben maradok. És ez nagy hiba. Nekem tetszik itt, és én nem akarok elmenni innen, addig, amíg nem vonszolnak a síromba. Igen, amíg sikoltozva nem visznek a síromba. Jól is teszed, hogyha meglépsz innen, mert olyan sikoltozást te még az életedben nem láttál. Átlátok rajtad. Magadban azon ne vedgél, hogy mit szólnak ehhez az emberek. Karácsony óta forgatod a fejedbe, hogy ez lesz aztán a meglepetés. Közlök veled egy nagy titkot, gyermekem, senki nem fog meglepődni. Senki! Mert a dolog nagyon is rád van. Az én gyerekem az még a halálában sem tagadja meg magát, mindig csak a kellemetlenkedés. Tudod, kit foglak itt sajnálni? Engem! Engem foglak sajnálni. Téged pedig szégyelni foglak, igen, szégyelni. És hogyha a testvéred előtt szóba hoztak, az majd az aszpirin árának az emelkedés. Hagyd abba, jó? Már pedig így lesz. Levélbe kellett volna elbocsolni. Bizony. Ugye? Ja, de hogy Emlékszel arra a papra, aki apa temetésén beszélt? Két felét. Miről beszélsz? Kitisztítettem azt a kis fekete kosztüldet, te abba, olyan csinos vagy, gyere abba. Tényleg nem is emlékszem rá. Találkozom majd egy csomó ember, akit évek óta nem láttam. Könyörgöm, légy velük kedves. És ha valaki mégis oda merne menni hozzád, és azt mondaná, hogy részt vétem, Telma, akkor tereld el a szót, és kérdezz őket máson, mondjuk kérdezz a gyereket. Na hát nem hiszem, hogy ilyenkor a gyerekekről illik beszélni. Ja. Vagy inkább megdicsérem a ruhájukat, mert az mindig beválik. Vagy magammal viszem a horgolásomat. Ja. Utána pedig hívál el ide egy csomó embert, csinálj nekik valami nagyon finom vacsorát, de jó sokat, hogy neked másnapra is jusson. És hogyha valaki mégis megkérdezné tőled, hogy miért tettem, mondd azt, hogy te nem tudod. Te nagyon szerettél engem, és én is nagyon szerettelek.
Téged. Csak ültünk itt utolsó este, mint minden este. Egyszer csak fölálltam, és azt mondtam, hogy jó éjszakát, mama. És te már csak a lövést hallottad a hálószobából. Ha bármi okom volt a tett elkövetésére, azt magammal vittem a sírba. Ha magánügy volt. Ez jó. Ezt fogom majd mondani. Na mondd ezt. Rendben. Ja. Hogyha meghallod a lövést, te ne csinálj semmit, te ne mozdulj, ne gyere be, ne tölt fel az ajtót, úgy sem fog sikerülni. Ezt fölírom neked. Ne gyere be. Ne tört fel az ajtót, hanem rohanj a telefonhoz és hív fel Nicket. Majd mondom a számát, 269-73-29-18. Aztán hívd a rendőrséget, azt tudod? Aztán hív fel Ágnest, és aztán pedig mosogass el. Miért te már elmosogattál? Nem baj, akkor mosogass el még egyszer. Addig mosogass, amíg nem jön valaki. Ne gyere. Rendben, elintézem a telefonokat, és akkor? Akkor majd csak itt üldögélek. Ja. De mi van akkor, hogyha ide jön Loretta, és azt mondja, hogy menjek hozzájuk aludni? Mama, hát ezt már neked kell eldönteni. Jó, megmondom nekik, hogy itthon alszom. Ezt a levelet Nicknek írtam, de lényegében rád vonatkozik. Az elkövetkezendő 30 évre beleírtam a születésnapi és a karácsonyi ajándékaidat. Nyugodtan borsd, és hogyha van valami külön kérdésed, akkor írd hozzá. Ezen a számon pedig a volt férjemet találod meg. Hív fel. És mit mondjak neki, hogy? Azt is, meg azt is, hogy beszéltünk róla, és csak jókat mondtam, de az a lényeg, hogy keresse meg a gyereket, és próbálják meg még egyszer. Na, nem, Jessi, nem. Jaj, meg kell csinálnod a manikűrömet. Hát nem, mama. Már nekem most mennem. De Jessi, még 10 óra sincs. Mm-mm. Jessi, még előtted az egész éjszaka. Mama, mennem kell. Jessi, nem. Arról szó sem volt, hogy ez ilyen hamar. Jessi, ne könyörgöm. Én mama. Félek. Én szeretlek. Mama, könyörgöm. Jessi. Enged, könyörgöm. Nem mehetsz. Annyi mindennek kell beszélnünk. Jessi, még nem tudom, hova raktad a receptjeimet. Mama, én már nem Jessi, tudom. Jessi, nem. Mert nem tudom, azt mondom, hogy mama, nem tudom. Mama, nem tudom. Neked le kell ütni ahhoz engem, hogy te ide bemehetsz. Mama, ne csináld ezt. Jessi, nem fogsz engem leütni. Addig el nem megyek, amíg be nem betöröm az ajtót. Jessi! Ha megteszed, megöllek. Hát Isten, azért sem fogok semmit megcsinálni, amire kértél. Nem fogok tejet inni. Jessi, könyörgök! Jessi! Jessi, honnan tudhattam volna, hogy te ennyire egyedül vagy? Jessi! Könyörgök. Úristen, hol van az a másik pisztoly? Jó lesz nekem a nagy kérdés. Gyerünk, Jessi! Nem tudom megtenni. Jessi, kislányom! Jessi, könyörgök, ne haragudj rám! Jessi, bocsáss meg nekem! Jessi, én szeretek élni! Jessi, bármi van, nekem tetszik, hogy van! Nekem tetszik, én szeretek élni! Jessi, kislányom! Jessi, szeretlek! Jessi, szeretlek! Szeretlek!